lehetetlen ezt az országot megérteni. Sok száz évre kéne visszamenni, hogy mi volt a törökök után, és mi volt a kiegyezés, és mi volt az összeomlás a Trianon, és hogy fordult tökéletesen föl a társadalom akkor, és 45 után újra fölforgattak minden tökéletesen szétszabdalva minden viszonyt, úgyhogy igazából itt már senkinek nem lehetett semmilyen csoporttudata, ráadásul a politika is azon dolgozott, hogy csak az egyéni érdekek és csak a kiskapuk legyenek érvényesek. Mindenféle feltétele nélkül annak, hogy az ember bízzon az államba, bízzon a jogba, autonómiája legyen. Most akkor elérkeztünk egy olyan rendszerbe, ami elvileg úgy van felépítve a felvilágosodás eszmei alapján, hogy lehessen bízni a jogban, legyen szabadság, legyen autonómia, és az emberek találják meg magukat és a saját sorsukat. És akkor jön egy újabb 20 év, amikor hát lassan-lassan mindezek a lehetőségek nem egyszerűen kimerülnek, először a visszájukra fordulnak, aztán két lábbal megtagadódnak. És akkor most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy sok millió ember úgy érzi, hogy a legjobb, hogyha belesüpped abba a sorsba, ahol van, onnan nem is néz ki, mert úgyse talál semmit. Elfogadja, ami jön, meghúzza magát. Ha alamizsnát kap, akkor jó, ha nem kap alamizsnát, akkor próbál kuncsologni utána. E pillanatban közmunkával és munkanélküliséggel biztos, hogy másfél millió ember érintett, és ennél sokkal több a lecsúszással. Miért tüntetünk? Hát azért tüntetünk, mert lassan már az emberek arra sem igazán vállalkoznak, hogy átgondolják, hogy lehet-e ilyen szabadságtalanságba és egyenlőtlenségbe élni. Azt gondolom, hogy ezért érdemes tüntetni, akkor is, ha kevesen leszünk, akkor is, ha nem elegeket érünk meg, muszáj jelezni, hogy élni akarunk.